Várakozás és izgalom, majd később meg annyi ölelés, felszabadult sóha és örömkönnyek. A tegnapi nap délutánját ez jellemezte a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 1-es terminálján. Több százan, köztük szülők, feleségek és kisgyerekek várták haza tegnap azt a 111 magyar katonát, akik a PRT utolsó váltásaként 6 hónapnyi szolgálat után érkeztek meg Magyarországra a családjaikhoz Afganisztánból. Végül délután 4 óra után leszállt a magyarokat szállító repülőgép. Ezzel a géppel érkezett meg a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre a PRT utolsó váltásának 111 katonája. 6 hónapnyi szolgálat és egy 7 órás repülőút után érkeztek meg a katonák. Családtagjaik várták a reptéren az afganisztáni külhoni szolgálatból visszérkezett magyar kontingenst. Sokan a visszatért honvédek közül 3-4 alkalommal is jártak kint Afganisztánban 2006 óta. Nem volt ez másképp dr. Valastyán Péter orvosőrnaggyal sem, aki 4. alkalommal vállalt külhoni szolgálatáról tért haza csütörtökön. Véget ért ez a 7 hónap, mindenkit élve hazahoztunk. Ugye az egészségügyi szolgálatnak, aminek én a vezetésével voltam megbízva, ez a legfőbb célja. Úgyhogy én sikeresnek látom ezt a missziót, és most már szeretném a családommal tölteni a hátralévő időszakot. Ebben a 7 hónapban talán mi volt a legnehezebb? Hát Isten, igazából ebben a 7 hónapban talán az volt a legnehezebb, hogy zárni kellett a missziót, illetve a létszám az ugye a korábbiakhoz képest csökkentett volt, és így a feladatok, illetve a logisztikai feladatok a zárással kapcsolatban, ezek gyakorlatilag az erőfeszítéseinket meg kellett duplázni annak érdekében, hogy ezeket végre tudjuk hajtani. 7 hónappal ezelőtt mi volt az, ami inspirált, hogy kimenjen Afganisztánba? Gyakorlatilag ez nekem már a 4. misszióm volt Afganisztánba, úgyhogy nem volt ismeretlen számomra. Én azért mentem ki konkrétan, hogy a rendelkezésemre álló tapasztalattal sikeresen bezárjuk a PRT-nek az egészségügyi szolgálatát. Köszöntöm a Magyar Honvédség tartományi újjáépítési csoport 13. egyben utolsó váltásának minden katonáját. Családtagjék mellett több katonai vezetés, Orbán Viktor miniszterelnök is várta haza az utolsó magyar kontingenst. Benkő Tibor, a Magyar Honvédség vezérkari főnöke köszöntő beszédében nem csak az utolsó váltás most hazatért katonáinak, hanem valamennyi az elmúlt 6,5 évben a PRT-ben szolgáló honvédnek köszönetet mondott, és megemlékezett a kint hősi halált halt 7 katonáról is. Jó leső érzés önöket ismét itthon látni, szeretteik körében. Katonák, az elmúlt 6,5 év kihívásokkal, megpróbáltatásokkal, nehézségekkel végrehajtott feladat volt, és eredményes küldetés. Köszönöm a helytállásukat, köszönöm bátorságukat, köszönet az elvégzett munkáért és szolgálatért. Nyugodtan kijelenthetem, hogy az elmúlt években önök maradandót alkottak Afganisztánban. Megmutatták és bebizonyították, hogy a magyar katona nem csak a speciális katonai harcászati feladatokhoz, nem csak egy katasztrófa helyzet kezeléséhez, amelyben Afganisztánban is volt részük, és nem csak humanitárius segítségek ellátásában tud a lakosság szolgálatára állni, hanem ha kell, oktatás, képzés, egészségügyi ellátás, beruházás területén is önök helytálltak. Honvédek, a katonai szolgálat, mondjam úgy, tevékenysége nem mindig a jóról, nem mindig a szépről, nem mindig a sikerről szól. A mi hivatásunk rendkívül szép, ugyanakkor nehéz hivatás és küldetés. És ezzel sajnos együtt jár időnként a tragédia is.
És nem szabad elfeledkeznünk. Nem szabad elfelejtenünk azon hős bajtársainkat, hősi halt katonáinkat, akik arra vállalkoztak, hogy Afganisztánban segítik az afgán lakosságot. Arra vállalkoztak, hogy az ottani gyerekek, az afgán nők egy élhetőbb világban folytathassák életüket. És ők most nem lehetnek itt közöttünk, nem örülhetnek velünk együtt ennek az elvégzett szolgálatnak. Emléküket tisztelettel és kegyelettel kell őriznünk. Most is arra kérek mindenkit, hogy egy rövid néma főhajtással emlékezzünk róluk meg. Mint ezt később Hende Csaba, a honvédelmi miniszter hangsúlyozta, óriási jelentőségű küldetésen van túl a Magyar Honvédség. Egyszerre katonai műveletekben vettek részt a honvédek, és fejlesztették az ottani kormányzati törekvéseket. Kivívták a szövetségesek elismerését és az afganisztániak háláját is. A Magyar Honvédség tartományi újjáépítési csoportjának utolsó váltása, miután sikeresen befejezte közel 2 éves küldetését, a mai napon vezetésemmel rendben, személyi és anyagi veszteség nélkül hazaért. Óriási jelentőségű küldetés volt ez, hiszen egyszerre katonai műveletekben vettünk részt, és egyszerre fejlesztettük az észak-afganisztáni Baglán tartomány kormányzati tevékenységét, beleértve az oktatásügyet, az egészségügyet, az infrastruktúrát. Ismert, hogy több tucat iskolát építettünk, illetve újítottunk föl, nagyszámú kórházat és rendelőintézetet hoztunk létre, csak kútból 41-et furtunk, tehát több tízezer embernek juttattunk egészséges ivóvizet, és még sorolhatnám azt a rengeteg humanitárius és egyéb segítséget, amit a magyar katonák 2006 óta Afganisztán népének nyújtottak. Azt gondolom, hogy miközben kivívták szövetségeseink elismerését, ugyanúgy kivívták Afganisztán népeinek a háláját is, és mindeközben valós műveletben résztvevő katonaként olyan sehol másuk meg nem szerezhető készségeket, képességeket sajátítottak el, amelyek egyébként hazánk védelmében, tehát az ország védelemben is hasznosíthatóak lesznek. Hazajöttek a katonák, milyen jó kimondani, hazajöttek. Orbán Viktor köszöntőjében hangsúlyozta, az egész ország hazavárta a külhoni szolgálatot teljesítő honvédeket, akik segítőkészségből és emberségből jelesre vizsgáztak. Emellett kiemelte a kinti tapasztalatszerzés fontosságát is a miniszterelnök. Nem csak a családjuk, nem csak a barátok, de az egész ország hazavárta önöket, tisztelt uraim. A magyar kontingens nem elfelejtett légió volt, követtük az önök munkáját. Azt láttuk, hogy önök elvégezték a feladatukat, és nyomot hagytak abban a világban, ahol szolgáltak. A haza védelme ma azt jelenti, hogy részt kell venni annak a szövetségnek a katonai akcióiban, amely szövetség a mi, vagyis Magyarország védelmét garantálja. 7 éve léptünk be a nemzetközi akcióba, önök a munkát elvégezték, segítőkészségből, emberségből jelesre vizsgáztak. Megállták a helyüket, elismerést szereztek Magyarországnak, hírnevet maguknak és a hazájuknak. Természetesen azokra is gondolunk ilyenkor, mint egy 430-an vannak, akik továbbra is Afganisztánban szolgálnak, csak egy másik program keretében. És tisztelt hölgyeim és uraim, természetesen lélekben azok a bajtársak is itt vannak közöttünk, akik életüket adták a hivatásukért és a becsületért. Magyarország hálával tartozik nekik áldozatvállalásukért. Tisztelt hölgyeim és uraim, ez nem gyakorlat volt, hanem éles helyzet. Tapasztalatot gyűjteni csak terepen és valódi éles helyzetben lehet. Ahhoz, hogy mi magyarok itthon biztonságban érezhessük magunkat, tapasztalt, kipróbált, áldozatkész honvédekből álló katonaságra van szükségünk. Aki katonának áll, olyan hivatást választ, amely az emberi lét végső határaira viszi,
mert mindig készen kell állni arra, hogy a szolgálat teljesítése és a becsület akár a legnagyobb áldozatot is követelheti. Az egész ország nevében köszönöm a helytállást és a kiemelkedő munkát. Magyarország büszke önökre. Hálát adunk a Jóistennek, hogy önök hazatérhettek. Kérem, a jövőben sem felejtsék, csak a becsület. 2006. októbere és 2013. márciusa között 13 váltásban összesen több mint 2500 magyar katona teljesített szolgálatot az Afganisztán északi részén fekvő Baglán tartományban. A PRT utolsó váltásának 111 katonája szolgálatának 183 napja alatt több mint 660 feladatot hajtott végre a tartományban.